Az iskolában sok mindent kipróbáltam. Úsztam, atlétizáltam és röplabdáztam is. Aztán valamilyen sportot versenyszerűen akartam űzni. Pakson, ahonnan származom, a judó, az RSG és a kajak közül választhattam. És 2004-ben a kajakra esett a választás. Bár az első időszak nehéz volt, ugyanis éppen téli alapozásra öppentem bele, amikor Gutai Dániel irányításával úsztunk, futottunk és kondisztunk, mégis ott ragadtam, azt hiszem a társaság miatt. Aztán tavasszal végre kajakba ülhettem. Így emlékszik a kezdetekre Krisz Livanda. Hogy a döntés helyes volt, mi sem bizonyítja jobban, hogy azóta nyert világjátékokat és több ízben Európa-bajnokságot is. Ezt az előfeszítést jutalmazta a VOSZ a megyei Prima díjjal. Lényegében nekem ez az életem, szóval ezt tette ki a mindennapjaimat már egészen kisgyermekkorom óta, úgyhogy ezen nőttem fel, sok mindenre megtanított lényegében, úgyhogy nekem az életem a sport. A sport, mondja Vanda, egy nagyon jó kaland. Azon felül, hogy nagyon sok lemondással jár, és nyilván nem egy egyszerű szakma vagy munka ez az egész, de ha lehet így fogalmazni, ugye a hobbiát mindenki szereti, abból jó megélni, hogyha az ember azt csinálja, amit szeret, és szerintem nagyon sok mindenre megtanít a sport, és a gyerekeknek szerintem szüksége van ezekre a tanító dolgokra, amiket a sport által megkaphatnak. Én mindent megkaptam a sporttól, amit szerettem volna, mondja. A már Budapesten edző, de továbbra is a paksi színekben versenyző kajakos.